akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Ez továbbra is a Millás reggeli, 8 óra 11 perc van, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És a hallgatók, euróval kapcsolatos felvezetésként a hallgató eleve szócséplésnek minősíti azt, ami következik, mert hogy jogi kérdésről van szerint egy szó, csatlakozásban vállaltuk a szerződést, majd bevezetjük, nem kértünk, nem is kaptunk mentességet, innentől kezdve szócséplés. Igen, ez mind igaz, de elég sok ország van, aki ezt nem teszi meg, és semmiféle következménye nincsen annak, hogy ha nem teszik meg ezt az uniós országok, innentől kezdve igenis egy eldöntendő kérdés, hogy valaki ebbe az irányba lép, vagy nem ebbe az irányba lép, úgyhogy ezért foglalkozunk majd vele gazdasági kérdésként. Igen, tehát kicsit át fogjuk nézni pontosan, de nem veszem el Pogácsa Zoltán kenyerét, inkább megnézzük, hogy milyen közlekedési infók vannak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Még mindig ugye az az Üllői úti baleset, de ez a 18. kerület Üllői út szerencsére, de itt is az 50-es villamos helyett pótlóbuszok közlekednek a baleset miatt, illetve úgy tűnik, hogy élénk a forgalom most már mindenhol, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, M0-as autóúti csomóponttól befelé, 10-es főúton, 11-es főúton és Maglódtól a 31-es főúton is. Úgyhogy kicsit nehéz. Illetve van egy fontos, az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon Kápolnásnyék térségében 42-es kilométernél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, ott biztos, hogy lassabban lehet majd haladni. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötét éjszakában. Millás reggeli. Itt van velünk Pogácsa Zoltán, a vonalban közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok, és köszönöm szépen a tegnapi köszöntést. Oké, akkor ezen is túl vagyunk. Szóval, itt az euró kérdés ugye megint forró vitába előkerült, de már nem először, és kicsit szomorúan veszem észre, hogy sokkal kevesebb a szakmai vita és vitafórum ezzel kapcsolatban, inkább az érzelmi, politikai vonal kerül előtérbe. Azért megpróbáltál tenni annak érdekében, hogy szakmai vita legyen ebben, és eléggé részletesen összeszedted a pro és kontra érveket YouTube csatornádon euró bevezetés kapcsán. Egy picit ezt próbáljuk meg itt egy ilyen szüzében összerakni a következő percekben. Igen, azt gondolom, hogy Magyarországon túlságosan elment ez a dolog a politikai irányba. Ez általában jellemző Magyarországról, hogyha az egyik oldal feketét mond, akkor a másik rögtön beáll egy ilyen fehér pozícióba, és sokkal kevésbé kerülnek elő azok az érvek, pro és kontra, amelyek alapvetően közgazdaságiak, és nekem meggyőződésem, hogy az euró az egy közgazdasági kérdés, és nem egy politikai kérdés. Jó, akkor hogy kezdjük? Nézzük át azt, hogy hogy áll a magyar gazdaság, és mi az, amiben jót tenne neki az euró, és utána nézzük meg a kontrát, vagy hogy gondolod, hogy felépítsük? Igen, érdemes, kezdjük akkor az előnyökkel. Ugye manapság az egyik ilyen legerősebb érv az euró mellett az szokott lenni, hogy ha most eurónk lenne, akkor nem lenne ilyen magas infláció Magyarországon, mert lám-lám az euró-forint árfolyam, hogy elcsúszott, és emiatt is van infláció Magyarországon. Hát erre elég jó ellenpélda a Baltikum, tehát hogyha valaki megnézi most az inflációs, Magyarországon is nagyon magas az infláció, de Észtországban 12%-os inflációkat mutatnak már, és az egész Baltikumban, ahol ugye euró van, Magyarországnál magasabb infláció van most már hosszú hónapok óta. Tehát azt gondolom, hogy önmagában attól, hogy euró van valahol, abból nem következik az, hogy ne lehetne sokkal magasabb infláció. Ez például egy ilyen nagyon kurrens ellen példa. Aztán szokták azt mondani, hogy
az eurónak a stabilitása az előnye, tehát ha bevezetjük az eurót, akkor abból stabilitás lesz gazdasági értelemben, és ez azért nem logikus, mert ez fordítva van. Tehát nem az eurótól lesz stabilitás, hanem ahhoz a szabályok szerint, hogy bevezessük az eurót, ahhoz először stabilitásnak kell lennie. Tehát különböző fiskális és monetáris mutatókat, illetve árfolyam stabilitást kell prezentálnia egy országnak ahhoz, hogy utána bevezethesse az eurót. Tehát igaza van annak, aki beírt, hogy vállaltuk 2004-ben, hogy bevezetjük, de neked is igaz, nektek is igazatok van, amikor azt mondjátok, hogy ebből még olyan nagyon sok minden nem következik, mert sajnos az Európai Uniónak a jogrendszere az nagyon sokszor ilyen soft dolog, hogy attól még már vállaltuk, attól még az idők végezetéig lehet ezt halogatni, és adott esetben, hogyha a gazdasági érvek amellett szólnak, hogy ezt érdemes megtenni, akkor szerintem érdemes is halogatni. Az előnyök között persze van az átváltási költségeknek a megszűnte, tehát ugye nem kell mondjuk ide-oda váltogatni, és hát az árfolyam kockázat, tehát egy vállalkozás, hogyha kereskedik, exportál, importál, akkor nincsen árfolyam kockázat. Ezek nagyjából az előnyök. Ezek tipikusan ilyen mikrogazdasági előnyök, tehát sokkal könnyebben megértik az emberek, mert akár turistaként, akár cégként a hétköznapi életükhez sokkal közelebb lévő mikrogazdasági előnyök ezek, míg a hátrányok azok sokkal inkább a makrogazdaság szintjén jelentkeznek. Zoli, még itt az előnyökhöz hozzá szokták sorolni, vagy olvastam most ilyen véleményeket, hogy hát ugye, és említetted valamennyire ezt, de hogy a magyar KKV szektornak nem csak az export-import tekintetében, hanem a külföldi terjeszkedés tekintetében is fontos lenne, ha már és amennyiben eurózónába szeretne terjeszkedni. Hát azért fontos a külföldi terjeszkedés tekintetében, mert ugye ott az szokott lenni a közgazdasági érvelés, hogyha nincsen átváltási költséget, ha nincsen árfolyam kockázatod, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel kereskedsz külfölddel, mert ezek a félelmeid nincsenek meg. Tehát ezek így függnek össze. Jó, nézzük akkor a makrogazdasági vonulatát, vagy hát inkább a hátrányokat. Az a baj, hogy ezek viszont sokkal bonyolultabbak, tehát egyrészt a makrogazdasági összefüggések távolabb vannak a hétköznapi embertől, másrészt bonyolultabbak annál az egyszerű összefüggésnek, mondjuk nincs átváltási költség. Mondok ötöt. Öt nagy probléma van. Tehát alapvetően szerkezeti problémák vannak az eurozónával, amelyeket érdemes lenne megismernie a magyar közegnek, amikor mielőtt eldönti, hogy be akar lépni az eurozónába, legalább figyelembe venni, aztán utána meg mindig lehet úgy dönteni, hogy belépünk, de legalább erről vitázni kéne, meg kéne ismerni, hogy mik ezek. Mert hogyha csak egy országot érintett volna a válság, az eurozóna válsága, mondjuk Görögországot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon akkor a görögök valamit nagyon rosszul csináltak. De a komplet euró perifériát rosszul érintette. Egy 10-12 országot föl tudnék sorolni, akit hátrányosan érintett az euró. Tehát kell, hogy legyenek szerkezeti problémái az eurózónának ahhoz, hogy ez így legyen. Az egyik ilyen az a kamatlába kérdése. Tehát ha vannak gyorsan növekvő tagállamai egy monetáris uniónak, meg vannak lassan növekvő országai, akkor ott nem lehet ugyanazt a megfelelő kamatlábat megállapítani. Ugye Frankfurt, a központi bank állapítja meg a kamatlábat, a nominális kamatlábat, és ha mondjuk valaki a periférián felzárkózni akar, és gyorsan növekszik, mondjuk van egy 4-5%-os növekedése, akkor annak nem lehet ugyanaz a kamatláb jó, mint a centrumországokban egy lassabban növekvő, 1-2%-kal növekvő országnak. Most miért mondom azt, hogy a centrumország lassabban növekszik, a periféria gyorsabban? Azért, mert ez kell ahhoz, hogy felzárkózás legyen. Tehát matematikailag, definíciószerűen, ha a periféria fel akar zárkozni a centrumhoz, akkor óhatatlanul magasabb gazdasági növekedése kell, hogy legyen. Ha nem így van, akkor ez önmagában egy probléma. Ha viszont eltérőenek a növekedések, akkor nem lehet jó számukra ugyanaz a kamatláb. Tehát
ezt már a 60-as évek végén leírták közgazdászok, hogy egy valutaövezet az akkor tud optimális lenni, hogyha egyrészt a ciklusaik összeállnak, a gazdasági cikk ugyanakkor van nagyjából növekedés, és akkor van recesszió, és ráadásul nincsenek jelentős különbségek mondjuk a növekedésben a két térség között. Ez az első probléma. Oké, de hogyha akkor a fizetéseknek a problémája is ide kerül, tehát hogy nyilván, hogyha nem lett ugyanakkor a kamatláb, akkor mondjuk az, hogy a munkabérek kérdése és a felzárkóztatás az viszont sokkal fontosabb ebből a szempontból. Ez a második probléma. Uh-huh. A második nagy probléma az a fizetések kérdése. Ugye az eurozónának van inflációs célja, de nincsen közös harmonizált bérpolitika. És simán meg lehet azt csinálni, hogy valaki azzal kíván versenyezni, hogy egyszerűen leszorítja a béreket. Ezt konkrétan a németek csinálták meg, ugye Gerhard Schröder alatt volt ez az Agenda 2000 nevű dolog, meg a Hart 4-es csomag, ezek ilyen bérvisszafogó dolgok voltak, amivel Németországban, ezt kevesen tudják, de kialakítottak egy nagyon alacsony bérezésű alsó szektort. Most lehet, hogy sokan magukban ilyen ironikusan azt mondjuk, hogy jaj, szeretném én azokat a német béreket, de tessék elhinni, hogy Németországban van egy nagyon-nagyon szomorú, nagyon alacsony bérezésű alsó része a munkapiacnak, konkrétan ilyen 1 eurós mini jobokat csinálnak sokan, és ezzel gyakorlatilag a német versenyképességet bebiztosították. A periférián ugyanis sokkal gyorsabban nőtt a termelékenység, mint Németországban, és ezzel maradtak versenyképesek a németek hosszú időn keresztül, és letarolták az eurozónát. Az a baj, hogy ha nincsen egy közös bérpolitika, akkor ezt bármikor bárki meg tudja csinálni. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Aztán van egy ilyen kereskedelmi probléma is, ugye ha nincsen eurozóna, ha nincsen közös valuta, akkor van egy úgynevezett automatikus stabilizáció. Tehát régen az eurozóna előtt, hogyha mondjuk Olaszországnak nagy kereskedelmi hiánya volt, akkor gyengült ettől automatikusan az olasz lira, mert ugye azt nem akarták az emberek, az olasz lira gyengülése viszont automatikusan versenyképesebbé tette az olasz cégeket, és stabilizálódott egy kicsit a kereskedelmi hiányuk. Ha a németek mondjuk kereskedelmi többletben voltak az olaszokkal szemben, akkor ugye a túlságosan erőssé vált a német márka, mert mindenki akarta a német márkát, ez viszont kevésbé versenyképessé tette a német cégeket, tehát az eurozóna előtt az egymással kereskedő uniós országoknak a kereskedelmi viszonyai, azok stabilitás, sokkal inkább stabilitást mutattak, nem voltak nagyon erős kereskedelmi többletek és kereskedelmi hiányok. Amióta van euró, azóta azt látjuk, hogy a németeknek, hollandoknak brutál elment a kereskedelmi töblete, a perifériának brutál elment a kereskedelmi hiánya, és ez a stabilizációs mechanizmus nem tud működni, mert ugye fix valuta van, tehát az árfolyam az gyakorlatilag rögzített egy eurozónán belül, és ez az automatikus stabilizáció nem tud működni, és az Európai Bizottságnak az a feladata, hogy évről évre figyelmeztesse a németeket, hogy ők destabilizálják az eurozónát a túlságosan magas kereskedelmi többletükkel. Tehát évről évre kapnak egy levelet Berlinben, Brüsszeltől, amiben leírják, hogy destabilizáljátok az eurozónát. Amire Berlin válaszol, hogy köszönjük szépen, tudomásul vettük, see you next year, mert hogy nincsen semmifajta szankció, amiért társulna. Uh-huh. Oké, hogyha ezeket végigvesszük, nyilván értem azt, hogy ezeket a makrogazdasági összefüggéseket nehezebb megérteni, és sokkal nehezebb átvinni egy üzenetbe a társadalom számára, főleg azért, mert ugye alapvetően nem biztos, hogy arról van szó, hogy mondjuk a magyar gazdaságnak most jó-e az euró bevezetése, hanem alapvetően az eurózóna visszásságait vagy hátrányait mutatja be. De ez a magyar gazdaságról szól, tehát ahogy a perifériának nem voltak jók ezek a viszonyok, tehát többek között azért volt az eurozóna válsága
annak idején, mert ezek a belső szerkezeti problémái hatottak ezekre az országokra. Tehát ugye az a narratíva volt eladva, hogy itt semmi más nincsen, mint úgynevezett szuverén adósságválság, tehát csak önmagukban a görögök, spanyolok, portugálok, írek, ciprusiak, szlovének, tataratara tehettek arról, hogy ők bajba kerültek, mert úgymond túlköltekeztek. Tényleg javaslom, hogy nézzék meg az Euróstatban, hogy ezeknek az országoknak az eurozóna időszakában melyiknek és mennyivel nőtt pontosan az államadóssága. Hát azt fogja találni, aki ezt megnézi, hogy ez a narratíva egész egyszerűen, tényszerűen nem igaz. A görög adósságállomány nem az eurozóna időszakában jött létre, hanem a 80-as években masszívan. Uh-huh. Az eurozóna időszakában, tehát 2000-től 2008-ig nem nőtt a görög államadóság. És egy csomó országnak ezek közül csökkent az államadóság. Ez egész egyszerűen nem igaz. Igen, nem csak az a baj, Zoli, hogy ezt elmondtad már sokszor, és valahogy nem fog átmenni. Tehát berögződött az, hogy a görögök nem dolgoznak, a spanyolok nem dolgoznak, és lám-lám emiatt kerültek bajba, emiatt kellett megmentenünk őket, és lehúzták az egész eurozónát, az a baj, úgy, ahogy van. Az azért nagyon dráma, mert Magyarországon folyamatosan az történik, hogy mindig valami fajta ilyen külső megoldástól várjuk azt, hogy ez az ország rendbe jöjjön. Tehát először attól vártuk, hogy belépünk a NATO-ba, na akkor majd nagyon nyugati ország leszünk, semmi nem változott. Majd belépünk az Európai Unióba, na akkor majd biztos, de mindig azt gondoljuk, hogy ha gazdag országok klubjába belépünk, azok biztos attól gazdagok, mert ebbe a klubba benne vannak. Uh-huh. Magyarul, ha mi is belépünk, akkor majd mi is gazdagok vagyunk, de nem, ezek az országok nem attól gazdagok és fejlettek, mert ezeknek a szervezeteknek a tagjai, hanem gazdagok és fejlettek, és ezért létrehoztak ilyen típusú szerveződéseket. De megint az van, hogy azt gondolják az emberek, hogy az eurozónába való belépés, ez majd valahogy önmagában nagyon meg. Hát ugye olyanoktól félek, hogy mit tudom én, Orbán Viktor ne vigye ki Magyarországot az Európai Unióból, mert akkor ha belépünk az eurozónába, akkor majd nehezebb minket kiléptetni. Miközben hát szerintem a napnál virágosabb, hogy Orbán Viktornak egyáltalán nem érdeke Magyarországot kivinni az Európai Unióból, mert akkor ő is gyakorlatilag egy jelentéktelen politikai szereplő lenne. Neki pont azért van súlya, mert Európai Uniós miniszterelnökként barátkozik Putyinnal, meg Xi Jinpinggel, meg Bolsonaroval. Tehát politikai típusú érvek vannak, és ez a fekete-fehér gondolkodás Magyarországon, mint olyan szinten lezűlött a magyar politikai gondolkodás, hogy az égvilágon minden beáll egy ilyen dogmatikus, átpolitizált fekete-fehér sémába, és utána belépünk ezekbe, és utána jön a nagyon nagy csalódás. Még egy kérdés, mert ugye itt vannak az érvek, és vannak az ellenérvek, elég jól végigvettük ezeket, de azért, ha ránézünk Európa térképére, illetve az uniós országokra, azért lényegben mindenki euró irányba halad, tehát most már csak 5 ország van, aki elvileg vállalta, de nem nincs ott, hogy ebbe az irányba menne. A baltiak, akiket említettél, már úgy léptek be, hogy, hogy nem csak a gyerekbe betegségei derültek ki, hanem konkrétan már az euró válságot is láthattuk. Nálunk sokkal fejletlenebb országok is gondolkodnak ezen, illetve ott van már Horvátország és Bulgária az RM2-ben, amit ugye az euró küszöbének, vagy előszobájának szoktak nevezni, és nagyjából mindenki halad az irányba, ebbe az irányba. És miben vagyunk mi mások? Tehát ezek az országoknál Nagyjából mindenki ebbe az irányba tart, majd amiután belépnek, utána jön az óriási csalódás. Tehát tessék megnézni, az Euróbarométer rendszeresen csinál ilyen szörvélyeket azzal kapcsolatban, hogy milyen társadalmi támogatottsága van ezeknek a dolgoknak. Olaszországban, Görögországban, Cipruson, Franciaországban, ezekben az országokban elképesztően nagyot zuhant. Nem csak az eurozónának, hanem az a baj, hogy az egész Európai Uniónak a támogatottsága az eurozóna válságkezelése kapcsán. Tehát amikor tulajdonképpen a nyugat-európai nagybankokat kimentették, és az egészet úgy állították be, mint hogyha ezeket az országokat mentették volna,
elképesztő nagyot zuhant az egész integrációnak a támogatottsága abban a csalódásban. Hogy engem őszintén szólva nem érdekel, hogy az emberek mit gondolnak. Tehát maradjunk akkor a közgazdaságtannál, illetve tényleg a gazdasági vonalnál. Jó, az emberek csalódtak, mert csodát vártak, azt hitték, hogy majd jobb lesz nekik az euróval, nem így működik, lehet, hogy nem mondták el nekik, hogy nem erről ez van nem szó. Ez nem egyszerűen csak csalódottság. Ja, tessék megnézni Olaszországot. Olaszország a II. Világháború után egészen a 90-es évekig töretlenül nagyon gyorsan fejlődött, megelőzte Angliát, miközben maffia volt, korrupció volt, 5 percenként kormányt váltottak, és brutál jó fejlődése volt. Beléptek az eurozónába 1998-ban, ugye, és hogyha megnézzük a 2015-ös GDP, egyfőre jutott GDP adatát Olaszországnak, hogy 2015-ös egyfőre jutott GDP adata alacsonyabb volt Olaszországnak, mint az 1998-as. Tehát egy komplett generáció masszívan megszívta Olaszországban az eurozóna tagságot. És ez egyértelműen kijelentette, hogy ez az euró miatt volt? Hát mondjatok más okot erre, ugye az olasz, maga az olasz jegybank csinált egy elemzést erről, és mutatta ki azt, hogy azok a típusú megszorítások, mert ugye a szerkezeti problémák közül csak 3-at mondtam el, de még van 2 másik, és az egyik ilyen az a megszorításoknak a ráerőltetése, amiről viszont maga az eurózóna mondta el, hogy az baromi rosszul csinálta. Ez most, amikor tavaly a Covid-válság idején inkább egy ilyen kontraciklikus keresletélénkítő politikát javasoltak, és elengedték a deficit célokat, akkor maguk az Európai Uniós vezetők vallották be, hogy 2009 és 15 között az a típusú extrém megszorítás, amit csináltak, az rossz volt, kártékony volt, és nem szabadott volna csinálni. Most egy olyan zónába, ami az egyik pillanatban ezt gondolja, a másik pillanatban azt gondolja, és én attól tartok, hogy most majd megint bele fogunk csúszni a megszorítósdiba. Legalább, én nem mondom azt, hogy ne lépjünk be, csak azt mondom, hogy legalább ezeknek az érveknek, ezeknek az elemzéseknek el kell hangzani, és erről kellene. Na most az észtek látták pontosan az olaszokat is, hogy hogy jártak vele. Ők láttak mindent, mégis beléptek, és egész jó, és abszolút jó a növekedésük azóta is. Az észteknél mindig ott van egy geopolitikai dimenzió, tehát az észteknek mindig ott van egy nagyon erős Oroszország parája, és bármibe belépnek, ami bármilyen formában őket Nyugat-Európához kötni. Én egyébként egyáltalán nem tartom Észtországot olyan rettentően nagy sikersztorinak, mint amit mindig van egy ilyen hónap dolgozója itt Kelet-Európában. Először mi voltunk, utána a szlovákok, utána a lengyelek, most az utóbbi időben a észtek és a litvánok lettek a hónap dolgozója. Tessék már megnézni mondjuk az emigrációs adatokat a Baltikumba. 1/3 azoknak az országoknak elhagyta a Baltikumot, és Nyugat-Európában él. És olyan szuper nem lehet egy ország, ahol a társadalom 1/3 elmenekült onnan. Jó, hát ez is egy adat, és nyilván ezt is fontos figyelni, de ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy ők olyan irányba vitték a saját gazdaságokat, és hoztak olyan döntéseket, amik pozitívak voltak, az olaszoknál pedig ilyenek esetleg nem történtek meg. Tehát én csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy euróval lehet az egészet magyarul. Más volt a bázis, tehát volt egy hatalmas összeomlás ugye a 2008-9-es válság alatt. 8-9%-os összeomlások voltak a Baltikumban, pont emiatt a carry trade miatt, ami majdnem ugyanaz, egy nagyon hasonlott az eurozónához. Ez most nem lesz időn kifejteni, de volt egy erős carry trade a Baltikumban. És hát a Baltikummal kapcsolatban elképesztő sok félreértés van. Tehát amikor a Skype-ot hozzák folyamatosan, mint példát az észt digitalizáció csodájára, az észtek, amit nagyon jól csináltak, az az, hogy oktatásba sok pénzt fektettek, ez egy ilyen skandináv modelles megfontolás, jól csináltak, és a saját állami közigazgatásukat nagyon jól digitalizálták, tehát ott a gatyának nem sok babér teremne, mert ott már megcsinálták mindent, amiről a gatyán beszél. De ezen kívül semmi különleges nincsen. A Skype nem egy észt vállalat, a Skype-ot dán és svéd befektetők csinálták, csak adó optimalizációs okokból Észtországba vitték át. A Bolt, amit szoktak szintén mondogatni, az meg egy adócsaló cég,
5 percenként lecseréli a nevét, hogy folyamatosan adót csalhasson, és egyébként pedig kínai tőke van benne. És ezt hosszan sorolhatnám, tehát sokkal bonyolultabb a baltikumi történet. Oké, hát ebben volt egy pár aranyköpés ebbe az összefoglalóba. Azért hadd ajánljam azoknak, akik jobban meg akarják érteni ezt, amit most elmondtál nekünk a rádióban, a YouTube csatornádat, ott a részletesen ábrákkal ki van dolgozva ez az eurótörténet. És pont ez, amit te is mondtál, hogy szerintem fogunk még erről beszélni, más szakértőkkel is, mert ez a lényeg, hogy szakmai érvekkel alátámasztott vita kerekedjen ki ebből az egészből, ettől megyünk előre, és nem hátra, jaj, hogy én is belelépjek ezekbe az aranyköpésekbe. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Szervusz. Szép napot, sziasztok. Pogács Zoltán közgazdásszal, szociológussal beszélgettünk, a Soproni Egyetem docensével, vitaébresztő vagy vitaindító, de szakmai érveken alapuló euró bevezetéssel kapcsolatban. Gondolom van egy csomó hozzászólás. Jó pár aranyköpés volt. A holnap dolgozója Kelet-Európában az a személyes kedvencem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A Millás reggelit nem csak hallgatni,